Na hát sziasztok, ezt a videót ezt most csak így teljesen random ilyen azonnali jelleggel készítem, mert ugye pont most néztem rá valamiatt a YouTube csatornámra, és itt a képen is láthatjátok, mindjárt kis dolgét teszem, hogy bizony ez a mindegy, tehát az 1111. feliratkozó is megérkezett. Hát ezúton is üdvözlöm, hát nem tudom, hogy ki volt, mert az itt nem lehet megnézni. De akkor kicsit azért nézzük is meg, hogy mi mindent lehet itt látni. Tehát ez nyilván ez a... Most az a baj, nem tudom, hogy felvenni a laptop logja, hogy a kijelzőt mutassa, mert valamilyen nem megy. De úgy... Nézzük, csak ide beraktam a képet, meg annak a webkamerát lehet nézni, de ugye ez a 3 millió megtekintés, ez 3 millió 712 ezer, az egész jó. Vannak hát a legutóbbi feltöltött videók, hát az most pont ez a Magna Cum Laude, és ez csak annyi volt, hogy ugye két napja volt este a Kolbász Fesztiválon Magna Cum Laude koncert, és igazából csak annyit akartam, hogy kipróbáltam, hogy lehet a mobilon élőzni a YouTube-ra. Hát ez csak egy ilyen, hogy ilyet még nem csináltam, és akkor próbáljuk ki, mert miért is ne a Kolbász Fesztiválon lehetett wifit lopni, és akkor most akkor miért ne próbáljuk ki, ha már lehet. Na, elvileg az Instagramon is lehet élőzni, de ott nem sikerült. Tehát valaki tudja, hogy kell az Instagramon élőzni, akkor nyugodtan leírhatja. Tehát ez csak ilyen kipróbálás jelleggel volt, hogy akkor miért ne próbáljuk ki. Hát a többi ugye hát ez meg a szokásos videók, amik mennek fel. Hát most koncert videó nem nagyon lesz mostanában, mert hát egyszerűen de nem nagyon jár a koncert, meg hogy el is megyek egy koncertre, akkor most nem azért, hogy az egészet fölvegyem, és akkor mennyi videót vágyok össze belőle. Hát maximum egy kicsit videózok, mint ahogy tegnap a Queen-ben is videóztam, egy kicsit abból majd lehet, hogy vágok össze egy videóösszeállítás, de néhány perc, néhány szám, mert miért ne? De hát ugye az ember nem azért megy koncertre, de hogy folyamatosan a feje felé tartsa a mobilt, és akkor azért csak azon keresztül nézze. Mert azért nincs értelme, mert azt livestreambe is megnézheted otthon a gép előtt. Viszont tömegközlekedés videó biztos, hogy lesz még, abból rengeteg, abból lesz nyilván a legtöbb. Ilyen vlogolós is, hát tervezem, hogy kicsit többet csinálok, meg többet fogok vlogolni, de ez még majd a koncepciót azt még ki kell dolgoznom, hogy pontosan hogyan, meg hogy miről, mert de hogyha egész nap nem történik semmi, akkor most nem érdemes, tehát most a semmiről, most az, hogy elmegyek reggel dolgozni 8-ra, 17-18-ra hazaérek, és közben nem történt semmi. Érdemes semmi, hát ami a munkával történt, egész úgyse érdekel senkit, másrészt nem is biztos, hogy mindenki örülne, hogyha részletesen arról beszámolnék, mert ugye minek, magam úgyse érdekel senkit. Gameplay biztos lesz, az ugye azt jön ilyen azt mondja, egyszerű megcsinálni, hogy amúgy is játszok egy játék, elindítom a felvételt, aztán leszel hadd menjen, meg esetleg alá is kommentálok, hát ez megint egy olyan, amit ugye, lehet csinálni, az a pillanatok alatt megvan, töltött föl. Ez... Mit még minden is akartam még beszélni? Ja, hát igen, vagy koncertre ma is fogok menni, ma a Kolbász Fesztivál még tart. Ugye most ma Budapest bár lesz, ha minden igaz, de hát majd meglátjuk, hogy lesz-e róla videó, vagy nem lesz. Azt nem lehet tudni. Egyébként vannak még ilyen összevágásra váló videók, különböző ilyen felvett vasútvonalak, buszvonalakról is, aztán ha lesz időm egyszer, akkor megcsinálom. Hát most gameplay videók azért szüneteltek, mert a számítógépen szét volt szedve, mert most éppen lakásfelújításban voltunk, aztán ugye kicsit tartott a káosz, meg időse volt rá, majd egyszer talán az is lesz. Jövő héttől már elvileg rendben lesz minden, és akkor fogom tovább nyomni a gameplay videókat is. Ja, hát ez a másik, amit még ugye jól láthattak, hogyha kicsit visszaveszem itt az ablakot, hogy ja, akkor jó, megtekintés, de a becsült bevétel az még mindig nulla, tehát igazából az AdSense az ennyit ér, tehát még ilyen szinten is, hát azért nem sok videót néznek meg annyian, hogy abból akár csak minimális bevétel is legyen. Meg hát ugye, amit esetleg meg mégis, abban meg, meg általában copyright özene van, tehát ott azért nincsen ebből bevétel soha, mert ugye bármilyen, belaksz egy akármilyen zenét, és most már a midikre is bebesíl, hogy copyrightos, akkor mikor nem is szereti le, de bevételt meg nem kereshetsz le. Tehát az ilyen zenés videók, stb. Vagy akár csak egy kis zenés benne, hogy a háttérben szól egy zene, rögtön benyomja a copyright, nincs. Nincs bevétel. De hát, nyilván is. És az úgy jutani, hogy azt hiszem, a legkisebb összeg, amit már kifizet, az 20 ezer, na most azt én mikor fogom elérni, szerintem soha. Mert abból a minimális videóból, amiben van némi nézettség, és esetleg még bevételszerzésre is jó, hát az nagyon kevés.
De én még élő ember, tehát nem láttam, aki keresett a YouTube-ból, már most nyilván ezek a nagyobb videós, akinek milliónyi feliratkozóik van, vagy nyilván keresnek vele. De én még így egy ember, aki töltöget fel a YouTube-ra, és nem is nézik annyian, még akár, mert még ez is kevés, ezer feliratkozó is még kevés lehet, meg ennyi megtekintés, hogy abból neki bevétele legyen, meg hogy ebből gazdagodjon meg, hát ilyen nincs, és valószínűleg nem is lesz. Hát, aztán ne legyen igazam, de hát ha nem lesz igazam, az csak nekem jó. Tehát ugye az megint nem jó, hogy az YouTube videó szerkesztőt is megszüntették, mert a kisebb ilyen videók összevágásán nagyon jó volt, hogy feldobálgatogatod egymás után sorba laktad, és akkor ott ő magának lekonvertálta. Tehát ezt most ugye megint a gépre kell bízni, hát majd egyszer csinálta talán vlogot a gépem, és akkor is bemutatgatom, hogy pontosan milyen, de hát a több mint egy 7 éves gép, azt a videónak a rendelése sokáig tart. Úgyhogy vannak ilyen több órás videók, amiket egy egész nap elszórakozik. És ha csak 720p-sek, 1080p-be csinálnám, akkor még tovább tartana. Meg hát nincs is annyi tárhelyem, hogy ezt így meg tudjam oldani. Na hát akkor, jó, most akkor ennyi lenne. Legyetek jók, iratkozzatok fel minél többen, ajánlassátok a csatornát, mindenkinek, ők is iratkozzanak fel, a többi. Meg milyen sablondumák vannak, mi nyomjátok a lájkot, iratkozzatok fel, ha nem tetszett, akkor nyomjátok a diszlájkot, azt is szabad, leiratkozni is szabad, meg minden szabad, sörözni is szabad, meg itt a koncertben is szabad, ja, reklámhelye, Békéscsabai Kórház Fesztivál, még holnap is fog tartani, és ma este is lehet jönni, én biztos, hogy kint leszek ma is. Úgyhogy, sziasztok, akkor ez a videó az ennyi volt, még szerintem beállítani se lehet itt. Igen, nem, mert nem engedi rendesen nagy ütem, mindegy, ez most egyáltalán se tudtam eddig, hogy az OBS fel van a laptopon, de most már legalább tudom, és legalább ezt fel tudtam venni. Úgyhogy akkor, mindegy, most már akkor tényleg legyen elég ennyi. Kommentelni lehet, majd jó. Akkor van valami ötletetek is, mire lehetne videót csinálni, gameplayt akár, játékokra is lehet küldeni, hogy akkor esetleg próbáljuk meg arról, játszani vele, hogyha lesz időm, akkor meg is teszem. Írjátok le kommentbe, majd meglátjuk, hogyha idő és kedv engedi, mindent lehet. Jó, sziasztok, ennyi volt.